Köszöntöm a Kölcsér televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. 4-0-ra nyert a Ferencváros a Sényűi Magyar Kupa mérkőzésen. Diáksportolók teljesítményét ismerték el a hagyományos évzáró gálán. Egy lépés választja el a kékcápákat a HEP Kupa 4-es döntőjétől. Átadták Baktoló rendházán a Tisza Kálmán tanúszodát. A Nagybánya csapata nyerte a 25. Móricz Kupa röplabda tornát. A tabella harmadik helyén tölti a téli szünetet a nagyesedi futballcsapat. Búcsúzott a Magyar Kupától a Sényűi futballcsapat, miután hazai pályán közel egy fél időt emberhátrányban játszva 4-0-ás vereséget szenvedett a Ferencvárostól. Az 1400 lelkes településen több mint 2500-an voltak kíváncsiak a Fradi vendégjátékára. Az első helyzet a hazaiak előtt adódott a harmadik percben, Fabu azonban Holzer kapust találta telibe. Az első fél időben a Ferencváros nem jelentett sok veszélyt a sényői kapura, a 49. percben azonban Marics megmozdulását szabálytalannak ítélte a játékvezető, aki a 11-es pontra mutatott és második sárgával kiállította a hazaiak támadóját. A büntetőt Finnbogason váltotta gólra. A 63. percben megduplázta előnyét a Fradi, Petják baloldali beadását Finnbogason fejelte Gagyi kapujába. A 75. percben már 3 góllal vezettek a zöldfehérek, Lovrencsics Balázs labdáját Georgievics lőtte a kapuba. A 4. ferencvárosi találat már a hosszabbításban született, Lovrencsics 14 méteres lövése között ki a kapuba alsó sarkában. Nehéz mindig ilyen pályákon játszani, gondolom az első fél időben nem nyújtottuk azt a játékot, amit kellett volna, és mindig nehéz olyan játékosokat beállítani, akik nem mindig játszanak együtt, de úgy gondolom, hogy második fél időben jobban teljesítettünk, és megérdemelten rúgtuk a góljainkat. Milyen változtatást kért a szünetben a játékosoktól, és mit kapott vissza belőle? Nehéz ilyen minőségű pályán játszani, és valószínűleg emiatt is volt több hiba a kelleténél, de láttam a motivációt a fiúkban, és azt csinálták, amit kértem tőlük. A kupában egyelőre ebben az évben vége, szezonnak van még 2 forduló a bajnokságban, mi a cél? Mindig a győzelem a cél, és mindig a következő meccsre készülünk, úgyhogy jelenleg ez volt a legfontosabb meccs, és utána a következő. Természetesen van még 2 meccs hátra, mind a 2-t meg kell nyernünk, úgyhogy ez is a célunk. A meccsőt is egyértelműen a Fradi volt a továbbjutási esélyes csapat, ez igazolódott is. Mit kértetek a játékosoktól, és mit kaptatok vissza abból? Gondolom az első fél időben ugye a látottak alapján teljes mértékben visszakaptuk azt, amit kértünk a játékosoktól. Egy nagyon zárt és szervezett védekezésből indultunk ki, és abból ugye kontrák valamint a feljutatni ugye a labdát a támadó harmadból, ott megtartani, ahhoz felzárkózni, és ugye kontrákból veszélyes lenni az ellenfélre. Úgy gondolom, hogy el is jutottunk egy párszor ebből a kapuig, még helyzetünk is volt, úgyhogy az első fél idő szerintem nagyon rendben volt. Maradt benned valami hiányérzet, amiatt, hogy 40 percet emberhátrányra kellett játszani, egy lehet azt mondani, talán véleményes ítélet után. Maradt, ugye, mert nagyon, nagyon szívesen megnéztem volna ezt a mérkőzést, ugye 11-11-be végig, nagyon jól kezdtek a fiúk, nagyon is sajnálom őket, büszke vagyok rájuk. Számomra is egy véleményes 11-es volt, ugye, ami elég hamar megpecsételte a második fél évben a sorsunkat. Nyilván egy ilyen szintű csapat ellen ugye ezt nehéz kompenzálni. Igazából a 4 gól, én azt gondolom, hogy egy Ferencváros és egy Sényő között benne kell, hogy legyen, de az első fél időben, amit a srácok a pályán dolgoztak, az szerintem emberfeletti volt. Lehet, hogy az nem látszott kívülről, vagy a tévéből, de nagyon nagy erőket mozgósítottak azért, hogy tudjuk tartani ezt az eredményt, és elfáradtak egy picit fejben is, és mentálisan is. Igazad van, a kiállítás hamar megpecsételte a sorsunkat. Büntető kiállítás, ugye ez így azért sok egy Ferencváros ellen. Összességében az ettől függetlenül mennyire vagy elégedett a látottakkal? Teljes mértékben elégedettek vagyunk a látottakkal. Én ezt már mondtam a mérkőzés előtt is, hogy ennek a mérkőzésnek már mi voltunk a nyertese azzal, hogy egy amatőr csapat egy Ferencvárossal játszhatott, és talán ez a Magyar Kupa szépsége, hogy ennyien voltak kíváncsiak erre a mérkőzésre. 48 érmet szereztek a megye diáksportolói az elmúlt tanév országos döntőiben. A megyeházán megrendezett hagyományos évzáró gálán a legjobb sportolók, testnevelők és felkészítő tanárok vettek át elismeréseket.
Nagyon elégedettek vagyunk, és nagyon büszkék vagyunk a megyei diák sportolókra. Azt hiszem, hogy valóban megint egy olyan évet sikerült zárni, amelyre nagyon, hogy mondjam, jó érzéssel fogunk visszaemlékezni, és azt hiszem, hogy mindig mosolyogva. Bár az év elején még nem gondoltuk ezt, amikor megláttuk a feladattervünket, és elterveztük azt, hogy mit is fogunk végezni ebben az évben, hiszen ugye volt egy olyan országos döntőnk tervben, amely az egyik legnagyobb falat, sőt a legnagyobb falat az országos döntők tekintetében. De azt hiszem, hogy sikerült ezt a lécet úgy megugranunk, hogy megint aki Nyíregyházáról, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből elment ezekről a versenyekről, itt, aki ezeken részt vett, és akár győztesként, akár vesztesként, de itt volt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és az országos döntőn vendégül láthatjuk őket, mindenki nagyon pozitívan nyilatkozott, mind szervezésben, mind pedig az ellátás és a különböző logisztikai feladatok területén is, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezt a rendezvényt sikerült így véghez vinnünk, és a mai nap az meg a köszönetnek a napja. Ez a nap arról szól, hogy mindenkinek, aki a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei diáksportért tett, legyen az testnevelő, legyen az diák, legyen az sportszervező, megköszönjük, és talán, hogyha mindenki nem is kaphat díjat, mert ugye ezt azért lehetetlen kivitelezni, de ezek a díjak azért én úgy gondolom, hogy bár általában személynek és iskolának, szervezetnek szólnak, mégiscsak az egész megyei diáksport életnek, közéletnek a díjai, és mindenkinek szeretnék megköszönni. A jó tanuló sportolókon, az általános iskolákon, a középiskolákon és a testnevelőkön keresztül az, hogy tett, dolgozott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei diáksportért. Az év vége, mert a számvetés ideje, most a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei diáksportban dolgozó sportolók, testnevelők, felkészítő tanárok vehetnek át elismeréseket. Milyen helyet foglal a megye sportja az országos palettán, akár az eredményeket, akár a versenyek szervezését, rendezését tekintve? Amikor a Szabolcs megye nevét kiejtem az országos központba, akkor mindenkinek felcsillan a szeme, mert egy olyan megyéről van szó, aki nagyon áldozatosan, nagyon korrekten végzi azt a munkát, amivel elért oda, hogy az első három helyezetben benne van, azt mondom, országos szinten. Minden évben rangos diákolimpiai országos döntők vannak itt, nagyon jó színvonalon megrendezve, ugyanakkor a helyi iskolák, tehát a megyei iskolák is nagyon-nagyon jól szerepelnek az országos döntőkön, tehát abszolút ott van a megye az első háromban országos szintet tekintve. Egy lépés választja el a Nyíregyháza Búság csapatát a Hepkupa 4-es döntőjétől. A Kékcápák a legutóbbi fordulóban Miskolcon győztek 93-70-re, a következő körben pedig Cegléden harcolhatják ki a fináléba kerülést. A játékosaink úgy álltak hozzá a mérkőzéshez az első pillanattól kezdve, ahogyan az kell. Meg akarták mutatni, hogy mi az a különbség a két csapat között, ami szerintem reálisan is létezik. Ezt szerencsére már az első negyedben sikerült megmutatni, és így nem tudott igazából motivációt vagy lelkesedést fogni a Miskolc. Így szerencsére az egész mérkőzést vezetve simán meg tudtuk nyerni azt a találkozót. A sorsolásnak köszönhetően Cegléd idegenben a következő ellenfél. Rajtuk keresztül lehet eljutni a 4-es döntőbe. A két csapat játékerejét tekintve alig jelentett problémát a továbbjutás. Ez így van, ha papíron megnézzük, akkor valóban nekünk kellene továbbjutnunk, csak a sport az szerencsére nem mindig papíron dől el, és éppen ezért nagyon kell figyelnünk erre a találkozóra. Azért Cegléden olyan játékosok játszanak, akik többen is megfordultak Szolnokon, tehát tapasztalt játékosok. Még ha esetlegesen fiatalabb játékosról is van szó, akkor is tanult kosárlabdázni mindenki, és nagyon jó csapat. És hogyha megnézzük az MB2-ben nyújtott teljesítményüket, akkor szerintem mindenki látja, hogy komolyan kell készülnünk a Cegléd ellen, és nagyon nehéz mérkőzés vár ránk. Ráadásul ugye idegenben lesz a találkozó. A Cegléd pályáján én még nem játszottam, a srácok sem, úgyhogy mindenféleképpen egy idegen környezet vár majd minket. Mikor, meddig kell lejátszani a meccset, és lehet-e már tudni valamit a 4-es döntő helyszínéről? A szövetség kiírása szerint a január 12-13-ai hétvége az, amikor le kell játszani ezeket a találkozókat, de természetesen attól függ, hogy hogyan tudunk megegyezni a Cegléd csapatával. Az biztos, hogy január 15-én van a 4-es döntőnek a sorsolása, tehát január 15-éig mindenképpen le kell játszani mind a négy találkozót, ami eldönti, hogy kik kerülnek a legjobb négy közé. Természetesen mi szeretnénk ott lenni. Minden évben nagyon jó hangulatú ez a 4-es döntő, és úgy gondolom, hogy a játékosainknak is komoly motivációt jelent az, hogy ez általában együtt van a Magyar Kupa döntőjével, találkozhatnak a legjobb magyar csapatokkal, és éppen ezért mi ebben az évben is mindenképpen szeretnénk ott lenni. Hogy hol lesz, azt még 100%-osan nem tudom. Tervek voltak Kaposváron, Győrben, de igazából most nem azt nézzük, előbb szeretnénk megugrani a következő lépést, és ha ez sikerül, akkor majd foglalkozunk azzal, hogy hová kell utaznunk.
A Cegléd elején meccsig azonban még néhány bajnoki találkozó vár a csapatra. Most mindjárt vasárnap a hétvégén egy nagyon kellemetlen ellenfélhez, a BKG Prímes csapatához utaztuk, amely annak ellenére, hogy újonc a piros csoportban, nagyon sok meglepetés szerzett már eddig, lehet azt mondani. Ez így van, vagy talán nem is meglepetés az, hogy ők így szerepelnek, hiszen egy jó szervezett és jó játékos állománnyal rendelkező csapatról van szó, akik nagyon komolyan dolgoznak, és amikor a zöld csoportban szerepeltek, akkor is egyértelműen az volt a céljuk, hogy meghatározó csapat legyenek a B csoportban. Ezt el is érték, úgy gondolom, és nekünk mindenféleképpen győznünk kell, hogyha táblázatot nézzük, még akkor is, hogyha ez a mérkőzés idegenben van. A BKG csapata erős, talán bizonyítja azt is, hogy a MAFSZ csapatát simán verték ki a HEP-kupából, egy 20-22 pontos különbséggel győzték le őket, és azt hiszem, hogy azért ez mindenféleképpen tisztelet parancsoló, úgyhogy figyelnünk kell arra, hogy hogyan készülünk erre a találkozóra, és hogy hogyan fogunk játszani. Így az évvégéhez közeledve már jó néhány meccsel a háta mögött, milyen formában, milyen mentális állapotban van a csapat? Úgy gondolom, hogy a csapatunk feljövő formát mutat, és a mentális állapotunk is egyre jobb, talán bizonyítja ezt a Miskolc elleni idegenbeli találkozó. Nem akarom ezt így elkiabálni, de néha már úgy játszunk idegenben is, ahogyan kellene. Most vasárnap ez egy komoly megmérettetés lesz, el fog dőlni, hogy sikerült előre lépnünk vagy sem. Nagyon nehéz mérkőzésre számítok, de úgy gondolom, hogy ha fölkészülünk, akkor természetesen van esélyünk győzni, és mi győzelmi esélyekkel vagy győzelmi szándékkal utazunk a budapesti mérkőzésre. Átadták Baktól Loránd házán a Tisza Kálmán tanúszodát a létesítményt, a nagy közönség mellett a Baktól Loránd házi járás közel 1000 diákja is használja majd. 25 éves a város, és akkor megfogalmaztunk fejlesztési elképzeléseinket, így mondhatom, hogy egy negyed évszázados álom vált valóra, azzal, hogy a kormány döntött arról még 2014-ben, hogy járás központokban ezeket a tanúszadákat megvalósítja. Köszönet ezért a döntésért, köszönet a 100%-os finanszírozásért, és én úgy gondolom, hogy valóban az elsősorban a gyerekek érdekeit fogja szolgálni. Milyen további beruházásokat terveznek, akár sportvonalon is? Szeretnénk a tanúszada mellett egy sportkomplexumot megvalósítani, körülbelül 1,5 milliárd forint összegben. Ez egy tornacsarnok, műfüves nagypálya, valamint műfüves teniszpályák megépítését jelenteni. Erre vonatkozóan benyújtottuk igényünket a illetékes államtitkárságra, az emberi erőforrások államtitkárságára. Bízunk benne, hogy lesz rá forrás ennek a megvalósítására. Államtitkár az, hogy újabb fehér fó tűnt el a úszásoktatás és az úszósport magyarországi térképéről. Milyen hozadéka lehet a jelen és jövő nemzedéke számára? Nagyon fontos, hogy megteremtsük azt a feltételt, hogy elmondhassuk, hogy az országban minden járás kap egy vízfelületet, egy gyönyörű szép medencét, úszodát, hiszen nagyon fontos, hogy minden gyermek megtanuljon úszni, és ehhez kiszolgáló létesítményeket és megfelelő hátteret tudjunk biztosítani. Ez a program, a köznevelési infrastruktúra fejlesztési program, ez tényleg azt tudja megadni, hogy a tornatermek, tantermek és tanúszodák valósággá váljanak, és 2020-ra tényleg elmondhassuk, hogy minden járásban megfelelő létesítmények vannak ahhoz, hogy mindenki megtanuljon úszni, és mindenki tudjon sportolni. Hiszen elsődleges feladatunk, hogy minden gyermek sportoljon, ehhez megfelelő létesítmények legyenek, és hozzuk ide a gyermekeket, családokat, akár idősebb korosztályt, hogy még egészségesebben, még mozgásgazdagabban élhessen. Hiszen a köszöntő beszédemben is elmondtam, hogy az egyetlen egy sportág az, amelynek nem tudása életveszélyt is okozhat, hogyha a megfelelő vízfelületünk van megfelelő szakemberekkel, akkor tényleg minden család örömmel engedi el a gyermekét bárhova, hiszen 8-9 éves korra meg fogjuk tanítani úgy a gyermekeket úszni, hogy vízbiztosak legyenek, és bárhol biztonságban érezhesse magát, akár a gyermek, akár a szülő. Úgyhogy ez egy nagyon fontos feladatunk, és lehet látni, hogy ez egy csodálatos létesítmény. Nem csak a medence van benne, hanem egy 25 méteres hatpályás úszoda is, amely tényleg azt tudja megadni, hogy akár a szabadidős sportot
vagy kiegészítve akár a mindennapos foglalkozásokat, az élsportnak is helyszínt tud adni. És hogyha valaki tehetséges, bizony ki tudja nőni magát, akár világsztár is lehet egy-egy ilyen uszodából kijöve. Úgyhogy nagyon nagy öröm számomra, hogy itt Battalóránd-házán is megvalósult ez a régen várt létesítményberuházás, amely tényleg ki fogja szolgálni az itt élőket és a környéket is. A romániai nagybánya csapata nyerte a 25. Móricz Kupa lány röplabda tornát a Vasas és az Újpest előtt. A házigazda csapatai a 6. illetve a 12. helyen végeztek. Nagyon magas szinten röplabdáztunk a hétvégén. Ez az is bizonyítja, hogy akit mi szakemberek, edzők úgy gondoltunk, hogy az 1-4-be bekerül, az az 5.-8. helyen játszott a mai nap folyamán, és teljesen átrendeződött az 1-4-nek a sorsa. Tehát ez is igazolja, hogy nagyon magas szinten röplabdáztunk. Sajnos mi is közte vagyunk. Nekünk sem sikerült tegnap délután a 4-be bekerülni. Attól az utétól kaptunk ki, akinek örültünk, hogy ellenfél lesz, mert 2 héttel ezelőtt Szegeden sikerült 2-0-ra legyőzni, de hát mindig más a minden mérkőzés, úgyhogy sajnos most 2-1-re kikaptunk, és ezzel már csak az 5.-8. hely között játszhattunk, és ez egy kicsit elkeserített bennünket. Nehéz is volt felállítani a lányokat a padlóról, mert ők is 4-ben szerettek volna lenni, hiszen mióta ez a Móricz torna létezik, azóta mi általában vagy döntőt játszunk, és második helyezés, ezüstérmesek vagyunk, vagy sikerül megnyerni a Móricz kupát, és most, hogy jubiláltunk, most 25. fordulónkat ünnepeltük, nagyon szerettük volna, hogyha ez nagyon jó sikerül. Gondolom ez is rányomta a bélyegét, és egy kicsit görcsössé váltunk, mert nagyon nagy csatában vesztettünk a 4-be jutásért, és ugyanez elmondható, hogy az 5.-6. helyen és a Békés Csabával kerültünk össze, akik valóban nagyon jó csapat. Az év során már játszottunk velük, és akkor 2-0-ra vesztettünk, de most 2-1-re nagyon szoros csatában maradtunk alul. 16-14 lett a vége, és nagyon jó mérkőzés volt. Hát talán ennek egy kicsit tudok örülni, hogy előrébb léptünk e tekintetben, mert 2 héttel ezelőtt még könnyedén kikaptunk tőlük 2-0-ra. Tehát azt gondolom, hogy azért van fejlődés, csak éppen nem az elképzeléseknek megfelelően sikerült a 25. nemzetközi Móricz torna, de nem vagyunk elkeseredve, mert azt gondolom, hogy a vereségből is lehet tanulni, és megyünk tovább, hajtunk tovább. Milyen szint, milyen pluszt hoznak a tornára külföldi csapatok? Nagyon jók voltak, még például tehát a fehér oroszok hiányoztak, mert ők azért nagyon ragosan meghatározták ezt a tornát, de fognak jönni 2 év, vagyis jövőre. De nagyon jók voltak most a románok, a Prešov, a szlovákok, hiszen bekerültek a 4-be. Én nem gondoltam volna, mert eddig általában ők azért a sóházban játszottak az évek során, és most úgy alakult, hogy a 4-be került a Vasas, a Prešov, mivel megverte az MTK-t tegnap délután, az UTE, ő minket vert meg, és a Nagybánya, Bai Máre. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon hasznos és értékes a testvérvárosi kapcsolatunk, mert nem csak baráti kapcsolatok mélyülnek, hanem egymástól szakmailag is sokat tanulunk. Decembert írunk, úgyhogy most már talán lehet mérleget vonni erről az évről. Milyen 2018-as zár majd a Móricz akár diák olimpiát kapcsán, akár egyesületi szinten? Az az igazság, hogy minden év kezdett nehéz, mert évvégén elmennek a 8-os gyerekek, és minden szeptembert új építkezéssel kell kezdeni. Nagyon dolgozunk, hogy eredményesen zárjuk a 2018-19 tanévet, úgy a diákolimpián, mint az országos gyermekbajnoki döntőkön, remélem bekerülünk. Nagyon sok munka van még hátra, de nagyon szépen fejlődünk, és lépünk
előre. Hát most ezt a kis bakét, ezt a kis félrecsúszást azt mondom, hogy ez remélem, hogy észesztérít bennünket, és nagyot lépünk majd előre, hiszen nagyon akartak a lányok, és azt gondolom, hogy lehet, hogy ez jókor jött és jó időben, és eredményesen fogunk felkészülni úgy a világbajnokságra, ami március 30-április 6 között lesz Horvátországban, úgy a többi döntőkre. Tehát én azt gondolom, hogy szeptembertől, ahogy indítottuk a felkészülési tornákkal az évet, azt gondolom, hogy nagyon sokat haladtunk előre, és én bízom a lányokban, hogy évvégén még azért boldogok leszünk, és örülni fogunk az eredményeknek. A tabella harmadik helyén tölti a téli szünetet a nagyecsedi futballcsapat. Ádámszky Róbert együttese 9 győzelem mellett 2 döntetlent játszott és 4-szer szenvedett vereséget. Ugyanúgy, mint ahogy megszokott, első 6 helyezés van kitűzve. Ezt úgy gondolom most is, meg az utóbbi években, tehát rendszeresen azért a csapat a dobogó környékén van, úgyhogy úgy gondolom a téli szünet előtt azért megnyugodhatnak a vezetők is. Harmadik helyen töltitek a téli szünetet. Ennek tükrében mennyire vagy elégedett az ősszel nyújtott teljesítménye, maradt-e valami miatt benned hiányérzet? Az olyan dolog, ha most elsők lennénk, akkor is maradna bennem hiányérzet rendesen. Tehát ez így van most is, de ez hozzátéve először is azért büszke vagyok a srácokra, azért a harmadik hely az nem egy rossz helyezés. De mondom, mint minden évben, tehát hiányérzetem van, volt 2-3 olyan mérkőzés, amit hoznunk kellett volna, én úgy érzem, és akkor még nyugodtabbak lehetnénk egy kicsit. Ha ki kell emelni egy meccset pozitív és egyet negatív irányba, melyik lenne ez a két találkozó? Magyarul mikor voltál a legelégedettebb, és melyik meccs után maradt a legnagyobb hiányérzet? Most a hiányérzet rögtön bennem van, utolsó előtti forróban ott van a Mándoktól, azért beleszaladtunk egy csúfos vereségbe. Azt átbeszéltük, tehát ilyen hibák azért előfordulnak itt amatőr szinten is, profi szinten is. Tehát ez azért én úgy gondolom, ez egy nagy pofon volt hazai pályán. Idegenben viszont egy nagy halászba aratott 3-0-ás, úgy gondolom megérdemelt győzelem, egy őszi elsőnek az otthonában, tehát azért az valamit jelent. Nagyon sűrű a tabellán az élmező, sőt inkább azt mondom, hogy a tabella első fele számítani lehet, tehát hogy ennyire kiegyensúlyozott lesz az ősz. Így van, tehát én szerintem ugyanez lesz, tehát óriási, minden pontért meg kell szenvedni, mert ugye akkor már jön a kiesés rém és fenyegeti a csapatokat. Mindenki ugye előrébb szeretne végezni. Én úgy gondolom, hogy még nívósabb lesz, mint a tavalyi év. Ilyenkor a téli szünetben átigazolási időszak van, nagy esetben nem volt jellemző soha játékos mozgás, most nagy játékos mozgás, most mire lehet számítani? Valószínűleg tartjuk a hagyományokat, tehát maximum 1-2 ember, ha befut, én örülnék neki 2 ember vérfrissítésének, de ha egy jön, akkor is maximálisan elégedett leszek. Ugye a keretünk azért javarészt azért vannak helyek is, tehát azért kötve van a kezünk, meg az eredmény én úgy gondolom azért olyan, hogy nem feltétlenül igazolásokba kell gondolkodni. Jönnek a kispályás tornák, ott lesznek különböző alkalmi csapatokban az ecsedi játékosok? Ez nálunk egy kritérium, tehát aki elmegy és megsérül, tehát az el vannak engedve a játékosok, azt hozzáteszem, de hogyha valaki megsérül, az súlyos következményei lesznek. Egyedül egy dolog lesz kötelező, Máté Szalkár teremtorna, ott viszont indul a nagy ecsed. Még nagyon a bajnokság vége után vagyunk, de lehet-e már tudni, hogy nagyjából mikorra tervezitek a felkészülés kezdetét? Igen, ott kezdünk a Szalkai teremtornán, azt hiszem január 9 vagy 10-én. Ugye szűkös lesz, mert február 23-24 már bajnoki forduló van. Hát én úgy gondolom, ez a kis idő azért kell a játékosoknak, hogy kicsikét frissüljünk fel, pihenjék ki ezt a hosszú szezont. Az meg szerintem maximálisan elég lesz az a 6-7. Megszerezte a harmadik bajnoki győzelmét a nyíregyházi kosársuli Farkasinszky Gyuláni együttese a Kecskemétet verte 67-64-re. Érdekes a végeredményt tekintve, hogy ugye egy 3 pontos győzelem lett a vége, mert itt a mérkőzés elejétől kezdve úgy nézett ki, hogy ez egy sokkal könnyebb, egyszerűbb mérkőzés lesz. Tehát itt volt már, amikor 16 pont is volt a két csapat közt. Aztán ugye ugyanabban a hibában esünk, mint amit mérkőzések tömkelege óta esünk, hogy kijön az ellenfél egy kicsit agresszívabb, kemények, ütökverek védekezésre, amit ugye a játékosok próbál valamilyen szinten megfogni, de ugye minden egyes fautot nem fog tudni megfogni. Ha megfogja minden harmadikat, ugye kettőnél már mégis, amikor kerültünk hátrányba. Tehát ugye itt, és ugye ezzel a védekezésen nem igazán tudtunk mit kezdeni. Beleszaladtunk olyan eladott labdákba, olyan kihagyott helyzetekbe,
be, ami folyamatosan csökkentette az előnyüket, tehát itt a végén már azon kellett izgulnunk, hogy valóban meglegyen a győzelem. Nem tudom, tehát azért mondom, hogy ez egy ilyen érdekes, kaotikus mérkőzés volt. Én végig úgy éreztem, hogy nem lehet ezt a mérkőzést elveszíteni, de hát ugye a labda gömbölj, aztán benne volt az, hogy esetleg egy-egy olyan kihagyott büntető, egy-egy olyan kihagyott közeli helyzet, ami azért sajnos benne is volt, vagy éppen a végjátékban egy eladott labda a félpályánál, ami ugye hirtelen ugye 5 másodperc alatt az 5 pontról megint csak 3 pont lett a különbség. Én ettől függetlenül nagyon büszke vagyok, a lányok nagyot küzdöttek, sok mindennel meg kellett küzdenünk saját magunkkal is, mert ugye azért a sérültjeink azok még mindig nincsenek 100%-os állapotban. Ugye az Annát nem is tudtuk a Takács Annát csak egy jó negyeden keresztül használni, utána rálépett megint az egyik játékosnak a lábára, és megint fordult a bokája. Tehát az a boka, amelyik nem épp, az ugye bőven elég volt neki. Ettől függetlenül beragasztotta, újra fölállt és pályára akart lépni, de ugyanez volt a Fegede Dóra, a Bál Vivien, a Farkasinszki Orsolya, és ugye ők egy ilyen 60-70%-os állapotban vannak. Ehhez kellett az összes többi fiatalnak olyan teljesítményt nyújtani, hogy ezt a mérkőzést meg tudjuk nyerni, és hozzáteszem, hogy voltak olyanok, akik úgy jöttek be, hogy pénteken bejöttek betegségből edzésre, csak azért, hogy a vasárnap mérkőzést tudjanak játszani. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy hősies küzdelem volt, amit mi itt végigvittünk, és ugye mindenki azért küzdött, hogy meglegyen végre ez a győzelem. Hál' Istennek ez egy közös erővel sikerült is. Két egymás utáni sikert még nem igen lehet győzelmi sorozatnak nevezni, 3-at már talán van rá esély, a hétvégén Debrecen érkezik. Nem tudom, tehát ugye a Debrecen azért egy nagyon jó játékos állományjal rendelkező csapat. Ők évek óta ugyanezzel a gárdával készülnek. Azt a megszokott 7-8 embert egészítik ki a fiatalabbakkal. Nekünk ugye azért csak átalakult ez a csapat, szinte teljes mértékben. Tehát a felső poszti játékosaink, tehát a kis emberek az irányító bedobó poszton, tehát mindenhol változás volt. Na most ezt helyek közben sikerül már megoldanunk. Vannak olyan részei a mérkőzéseknek, amikor ez nagyon jól működik. Na de, ugye ez tétszituáció, rutinos ellenfélről beszélünk, tehát azt jelenti, hogy lesznek olyan játékosaink, akinél 8-10 évvel idősebb játékosok fognak a pályára lépni. Lehet, hogy ő fizikálisan nem bír már annyit, mint amit ugye a mi fiataljaink, de ez nem jelenti azt, hogy rutinból esetleg nem úgy fogja tudni megoldani, vagy hogy ad egy olyan elzárást, amiben nem tudunk esetleg kibújni, nem tudjuk áttörni azt az elzárást. Hát ez egy komoly, készülünk rá természetesen, tehát ugye azon vagyunk, hogy ezt a mérkőzést megpróbáljuk megnyerni, főleg, hogy hazai pályán vagyunk, de ennek a mérkőzésnek per pillanat szerintem nem mi vagyunk az esélyes. Én azt mondom, egy ilyen 40%, ami a mi avunkra jöhet, a 60% azért mindig a debreceni. Na de ott is lehet betegség, sérülés, bármi egyéb, egyszer talán nekünk is lehet már szerencsénk. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!